Sziasztok, Róna Péter vagyok. Emil Larson vagyok. Svédországból. És mi vagyunk a Hub Dino Budapest. Mi ez az autó itt mögöttetek? Ő a Miki. Ez a beceneve, ez egy utcai játszós, és ahogy te is tapasztaltad, egy kicsit erősebb lett a vártnál. Hozta Emil számításait. Ez egy M50B30 Stroker kovácsolva, egy GTX 3582 turbóval, és egy E92 M3-nak a DCT 7-es automata váltójával. Ez a dupla kuplungos megoldás. Talán ez a legbetegebb az egész. Hát egész projektben, nem? Magyarországon ilyen még nincsen, és az biztos, hogy ezek után viszont lesz több is szerintem, mert egy nagyon erős váltó, ami nagyon kibír sok mindent, nagyon durva, gyors váltással, és igazából dolgozunk rajta, hogy ne csak utcai használatra, hanem motorsport használatra is lehessen használni, mégpedig egy ilyen mikrokapcsolós kuplung leoldásos megoldással. Elvileg Emil, működni fog szerinted? Szóval a jövőben lehetséges, hogy egy pár drift autóba fogjuk látni, és mindezt a Maxeku vezérli. Aha. Ez a Maxeku a mi termékünk. Igen. Ez is Svédország hozta egy batyuba részharasokkal, Emil. Akkor az mondhatni nagy táskával jöttél, nem? Igen. Van még a táskában, amiket így később húzol? Mindent előadtál. Igen. Jó, király. Hát, szakálbíró van. Ez az autó, ez konkrétan mire alkalmas? Tehát, hogy... Emil? Minden. Igazából hókocsinak vettem játszós céllal. Ez egy M50 B25 egyvanosz volt, csak hengerfejes lett. Akkor újra kellett építeni a motorját, meg belaktunk egy Maxeku motorvezérlőt, és igazából így szép fokozatos jöttek információk, hogy akkor a Maxeku kezeli a DCT váltót, jó, akkor legyen benne olyan, jó, akkor legyen turbós is, viszont akkor legyen már kovácsolt is, és igazából egy demo, nagyon fullos demoautót szeretnék, amivel ugye az ügyfeleknek meg tudom mutatni a tableten a cuccokat, meg egy kis lightos próbakörre el tudom itt vinni őket a környéken, ami meggyőző szerintem. Eléggé. Te úgy érzem, hogy te tapasztaltad és én teljesen. Annyira, hogy a kamerát sem volt időm elindítani, de megtörtént események alapján. Azért, igen. Német autópályán. Igen. Egy ilyen szolidba, nem kell a felvágós stílus, ha esetleg valaki ránéz, akinek nem feltétlenül akarjuk tudni, hogy tudja, hogy turbós, az nem biztos, hogy észreveszi. Még egy ilyen valamilyen ilyen takarót szeretnék a levegőszűrőhöz, meg azon gondolkoztunk, hogy itt a szívó oldalon, hogy rárakjuk a gyári légszűrőháznak a tetejét, úgyhogy kivágva alul minden, és csak igazából ilyen fedélnek. Tehát ha valaki kinyitja, akkor nem fog látni szinte semmit. Végül is ez egy gyári M50 motortérnek néz ki. Már amúgy most is eléggé gyárias. Igen. Azon kívül, hogy a légszűrő most rossz oldalon van. Igen, meg a gyári viszkós hűtést, azt lecseréltük egy E92 335-nek a PWM-es elektromos ventiére. Ezt a PWM-et, ez power modul, vagy mi a neve? Power management? Vagy hogy mi a neve? Na, szóval azt, igen, hogy az EQ százalékosan tudja adni, hogy mennyire pörögjön a hőfokhoz. Aha. Összekombinálva. Most megy ilyen 30%. Ja, 30%, hogy szétfagy szegény. De nézzétek meg, hogy mennyire jól sikerült, olyan sokat nem is dolgoztunk rajta. Ezen az oldalon tök jól illeszkedik, itt csak egy kicsi eltérés van. És hogy a gyári burkolat is rajta van. És igazából minden el van dugva, le van feketítve, sötétítve. Teljesen szolid. Olajhűtő, ilyesmi. Ameddig meg nem hallod a hangját, addig teljesen szolid a dolog. Tehát, számszerűsítve, mit tud ő most lóerőben? Hát ilyen 470 VHP, ami ilyen 550 ló főtengelyen, meg azt hiszem 630 vagy 6 valami ilyesmi, hát ilyen, az meg ilyen 720
hogyha az utcai... Ez az ilyen másfél báros töltőnyomáson? Fönt? Ne, hát fönt, mert hogy itt a váltó beállításokon belül még pár dolgot módosítani kell, hogy lent is meg tudjuk adni neki a kellő tiszteletet nyomással. Mert még kicsit rendetlenkedett, de hát mivel még sok tapasztalata nincs Emilnek, még egy pár nap, egy pár korrekció kell, és akkor faszalász. Egy pár próbakör. Egy pár próbakör. És akkor működik a dolog. De amúgy jelenleg azért mondtad, elégedett vagy vele, nem? Abszolút. Abszolút. Nagyon, nagyon élvezem. Tegnap szereztem bele egy magnót is, egy gyári hangrendszerrel. Iszonyatosan jól működik. Már a Sláger Rádiónak a zétől már csak az egész basszusától. De hát nem ez kell benne. Bár most az AliExpressről lehet, hogy mindjárt berendelünk valami hangszóró szettet. Csak just for fun. Igen, ez jó. Kell a plusz súly, hogy legyen tapadás hátul a hangszóróban. Nálad ez a lóerő orgia, ez mitől jött? Tehát azért a versenyautód is indokolatlanul erős. Igazából élvezem, ha erős egy autó, de nem árulok el szerintem nagy titkot, hogyha elárulom, hogy igazából ez ilyen marketing, meg hogy az a lényeg, hogy számomra az Emil felé nekem a bizalmam az határtalan, és hogy ezzel szeretném bizonyítani, hogy tudunk ilyet is stabilan használni. És meg amúgy kurva jó. Igen. Ja. Ez amúgy majd a kocsidról később csinálunk egy másik videót. Mit jelent, hogy nektek amúgy nagyjából verseny körülmények közt az az autó egy gumit mennyi idő alatt fogyaszt el? A nagy versenyautóról beszélünk? Igen. Hát ez lábfüggő. Meg attól függ, hogy a szekis váltót éppen hanyadikba felpakolom. Egy kigyorsítás alatt is igazából egy hosszú áttétel, szerintem egy 6 másodperc alatt le lehet gyűjteni. Tehát azért azzal okosan kell bánni, mert az, igen. Igen, egy kicsit túl diszkózod. Azzal eltaktikáztam már egy versenyt teljesen, hogy mindig elfogyott a második kör végére. Aha. Mert hogy ilyen, tudom, 260-at forgott szerintem a hátsó kerék kilométer órában, vagy nem is tudom mennyit, vagy lehet, hogy még többet. Szóval ezekre is oda kell figyelni. Meg igazából nem is kell az a nagyon nagy power. Nem, csak persze. Ha már van dynónk, akkor lőjük meg rendesen, hogyha már erre született. Ez most akkor azt jelenti, hogy idén 1000 fölé megy ismét, ugye? Mikor néztük meg a LSX-et most? Jézuska hozott nagy turbókat, a GTX 3077-ek helyett lett GTX 3582. Eddig volt 1000 ló főtengelyen, most lett 1000 ló keréken, ami ilyen 1150 főtengelyen. És igazából kiderült, mert hogy a görbéje az ilyen kicsit ilyen lassacskán jött meg, ilyen, hát idézőjelben lassacskán. És azt hittem, hogy a turbók kicsik voltak, viszont kiderült, hogy ugyanazon a görbén jön most is meg a power, csak most egy kicsit így tovább megy. És kiderült, hogy hát hogy ez a Stage 2 vezérműtengelyen, hogy ez el van fokolva, mert hogy alacsony fordulaton is van már töltőnyomás, viszont power nincsen. Aha. És akkor most várjuk. Csak ilyen 600 newton. Jó, hát most 600 newton, azért van 2000-nél is, vagy nem tudom, vagy 700. Ami amúgy elég már ahhoz, hogy versenyen induljon az autó. Tehát, hogy igen. Úgy szar, hogy már az is jó, igen. De hogy ez azért nem így marad. Ebben pontosan melyik Max-EQ van? Ebben egy Max-EQ Sport volt. Mert hogy én az elektromos pillangót, meg a Bluetooth-t azt imádom, a Bluetooth-on nézegetni, meg kapcsolgatni mindent azt imádok. Viszont mivel elég sok input-output kellett itt egy csomó dologhoz, és plusz szerettünk volna egy sebességjelet az első kerékről is a váltónak mind a adni. Mind mind a négyről? Na, akkor mind a négyről. Jó tudni. Jó, csak négy van. Mindegy, ezért upgrade-eltük egy részre. Akciósan megkaptam. Szóval akkor adtál magadnak kedvezményt, és akkor így részletfizetésre. Ugyanez van a versenyautódban? Nem. Ott még nagyobb kedvezményt kaptam, ott egy próra sikerült befizetnem, mert hogy ott egyrészt marketing, meg üzlet miatt is, ott úgy néz ki, hogy mindent monitorozunk,
minden hőfok, minden nyomás. Igen, hogy az üzemanyag hőfok, üzemanyag nyomástól az olaj, a víz hőfok nyomás, a kabin belső hőmérséklettől kezdve minden. Az volt a terv, hogy az elszívó ventilátorok azok akkor kapcsolnak be, amikor meleg levegőt érez hirtelen, ami megjön mondjuk, mert hogy az valószínűleg az a gumifüstnek, csak voltak ilyen lyukak a kasztin, amiket most foltoznak be a Daniék, köszi, és majd lehet, hogy visszakapcsoljuk azt a gombot. Idénre mik a terveid? Nincs. Szórakoztatni. Tényleg nincsenek tervek. Hogyha jól érzem magamat és van kedvem, akkor megyek. Ha nem, akkor lehet el sem fogok menni egy-két versenyről, ha nem érzem. Nem tudom, de ha elmegyek, akkor szeretném, hogy az olyan legyen, amilyen. Ott azért várhatóan nem csak te érzed magad jól, hanem ott mindenki. Tehát azért a versenyautónak a hangja, a nagynak, azért az élőben az. Igen. Azt szerintem az videón az sehogy nem fog tudni visszavenni, ugye? Ez tök érdekes, hogy igazából engem az fogott meg, amikor választhattam, hogy akkor Jézé vagy LSX, hogy kipróbáltam ezt is, azt is, és annyira elvarázsol a hangja, meg mindenkit, hogy vagy egyszerűen, hogyha nem is a kondíció, vagy a rugalmasság, vagy a fönt, hogy tovább fog, vagy bármi, csak a feeling miatt azt mondom, hogy úristen, ez kell. Bejövök a műhelybe, most sajnálom, hogy pont most nincs itt, tegnap óta, de hogyha rossz kedvem van valamikor, beindítom, és így magamtól egy perc alatt boldog átteszem magam az autót.